Markóni Nagy Krisztina vagyok, biológiai növényvédelemmel foglalkozom, a mezőgazdaságban már 21 éve dolgozom. A munkahelyeim közül az első a növényvédelmi hatóságnál volt, ez majdnem 19 éve ölelt fel. Ezt követően a munkámat a kísérletező gyakorlatban folytattam, és most is kísérletekkel, növényvédőszer fejlesztésekkel foglalkozom. A motivációt számomra a nagyapám jelentette, aki mezőgazdasággal foglalkozott, növénytermesztő és állattartó volt, és gyerekként már bevont minket a munkába. Elkerülhetetlen volt, hogy megszeressem ezt a munkát, ezt a fajta feladatot. A munka és a magánélet kapcsolata szerintem minden nő és minden család számára nagyon nehéz, mindenféle szakterületen, nem csak a mezőgazdaságban. Az egyensúly megteremtése sem könnyű. Ez azt jelenti, hogy a szezonban valóban sok áldozattal jár a munkavégzés, ami néha a család rovására is zajlik, de igyekszem megteremteni az egyensúlyt. Ebben nagyon jó partner számomra a férjem, aki sokszor, holott nem szakmabeli, bekapcsolódik a munkába és igyekszik segíteni számomra. A szakma egy olyan kör itt Magyarországon, akik ebben a körben dolgoznak, szinte családtagnak érezhetik magukat. Mindenki jól ismeri egymást, és nagyon jól kezeljük a feladatokat, és egymással is jó kapcsolatban vagyunk, legyen az férfi vagy női kolléganő. Én azt gondolom, hogy a magyar mezőgazdaságban az tud igazán sikeres lenni, aki kellően motivált és eltökélt a maga szakterületén. A szakma szeretet nagyon fontos ahhoz, hogy sikerrel végezzük a munkánkat. Ez független attól, hogy nők vagy férfiak vagyunk. A környezetemben több férfi és nő is van, aki ezt a jó példát mutatja számomra, és nagyon ambiciózus. Ugyanakkor a nőkben számos olyan tulajdonság megvan, ami talán a férfiakban kevesebb. Ez azt jelenti, hogy én úgy gondolom, hogy analitikusabban gondolkodunk. Ez a probléma megoldó készségben is sokat számít, sok előnyt jelent, de az empátia, az empatikus készségünk szintén sokat segít a munkánkban. Ausztriában több olyan példát ismerek, ahol a kolléganők nagyon szép sikereket értek el férfi kollégák mellett, és nem elsősorban, természetesen a sikereik nem elsősorban attól függtek, hogy ők nők voltak. Míg más országokban, tőlünk északabbra eső országokban volt jó pár olyan tapasztalat, ahol a nőknek többet kellett teljesíteni adott siker elérése érdekében, mint férfi társaiknak. Nagyon szeretem a szakmámat, ezért a jövőben is azon gondolkodom, hogy mindenképpen hosszú távon a szakmában és ezen a területen szeretnék dolgozni, és mivel ezen a területen nagyon sok a kihívás, ezért folyamatosan azon dolgozunk, hogy ezek a kihívások aztán eredményé változzanak, és szépen kitöltsék a szakmai életemet. Én ugyanúgy képzelem el az életemet 10 év múlva is. Sok fiatal kolléganővel vagyok körülvéve, a szakterületemen is több fiatal, ambiciózus pályakezdő kolléganő az, akivel együtt dolgozhatok, és az a jellemzőjük, hogy mindannyiójukra jellemző, hogy céltudatosak, rendkívül motiváltak, és az ő segítésük mindenképpen abban jelent számukra előnyt, hogyha a szakmában való eligazodásban segítek nekik, a kapcsolatok megteremtésében, tehát elsősorban emberileg tudok hozzátenni az ő munkájukhoz, és segíteni a fejlődésüket.